kiindulásként annyit érdemes megjegyezni, hogy a kereskedelem az roppant fontos dolog. Ugye, hogyha a csillagok háborújára visszagondolok, ugye úgy kezdődik az egész, hogy meg akarják adóztatni a kereskedelmi útvonalakat. Valóban zajlik a világban egy nagyon jelentős geopolitikai átrendeződés. Ennek a demokratikus világnak, a világ gazdaságban, a globális térben betöltött szerepének a csökkenése, ez egy olyan dolog, amivel szembe kell nézni. Tehát brutális az átrendeződés, ami az elmúlt egy évtizedben végbe ment. Kialakul egy rendszerek közötti küzdelem, egyik oldalon állnak a hagyományos demokráciák, a másik oldalon pedig az orosz, kínai, brazil és egyéb különböző vegyes típusú rendszerek. Tehát a cél az, hogy ennek a nagy transzatlanti térségnek a gazdasági dinamizálásával visszaszerezzük a növekedésben korábban betöltött vezető szerepünket, és mintegy rákényszerítsük a világ többi részét arra, Kínát, az Oroszországot, hogyha ők is részt akarnak venni ebben a dinamikusan növekvő térségben, akkor legyenek szívesek elfogadni a játékszabályunkat. Vajon alkalmas-e mindazokra a célokra a TTIP, amelyekre a megalkotói vagy megálmodói kitalálták. Fog ez érdemi növekedést hozni az Európai Unió gazdaságai számára? Tényleg jelenthet-e új piacokat? Tud-e lendületet adni az Unió vagy az Egyesült Államok gazdaságának? A tárgyások folyamán például kiderült az, hogy parlamenti képviselők, sőt kormányok képviselők csak úgy tekinthetnek bele a tárgyalási anyagokba, hogy bemennek egy szobába, ahol megnézhetik, de nem készítetnek felvételeket, nem másolhatják le, és aztán onnan kijönnek. Ha még esetleg képződnek is új álláshelyek, mert pörög a gazdaság, akkor ez a pénz, ez hova jut el egyszerűen fogalmazva? Az emberekhez eljut, és magasabbak lesznek a bérek, vagy éppen nyomás lesz a béreken, és rosszabb minőségű álláshelyek teremtődnek, és végül is a haszon ugye valahol máshol, valami nagyváti szinten fog lecsapódni. A kérdés egy bizonyos ponton túl egy értékválasztás kérdése, hogy milyen társadalmi modell tartunk kívánatosnak. Egy szociális, egy munkaügy, egy környezetvédelmi, fogyasztóvédelmi szabályozás, ez arról szól, hogy valami közjót akar előmozdítani, hát ennek van valami költsége, de ezen ISDS keretében a vállalatok tulajdonképpen ilyen kereskedelmi jogászokból álló választott bírósághoz fordulhatnak, hogy az döntse el, hogy neki vajon jár-e pénz kompenzáció azért, mert ez a szabályozás neki növeli a költségeit. A klímaügyben tényleg az utolsó utáni pillanatban vagyunk. Az Európai Unió hát a maga persze kritizálható és messze nem elégséges módján, de globális léptében mégiscsak az egyik előmozdítója ezeknek a globális klímaerőfeszítéseknek. És hogyha ezeket az erőfeszítéseket alássuk, ha ezt mondjuk keresztbe üti egy intenzív amerikai szénexport, vagy a palagáz tömeges beáramlása, akkor az véget vethet azoknak a nagyon tétova és lassú lépéseknek, amelyek a megújulók energiahatékonyság irányába mennek, hogy az európai nézőpont szerint az agrárium nem pusztán termékeket állít elő, mint a fröccsöntött műanyag fésű, hanem tájat tart fönn, közösségeket tart fönn, településszerkezetet tart fönn. Nagyon nehéz lesz választott bíróságok és egyebek figyelembevételével a közjó képviselete a közszolgáltatások területén. Hát csak egy dolgot mondjuk, tehát hogyha mondjuk valahol privatizálják a közszolgáltatásokat, akkor ezen egyezmény értelmében várhatóan nem lehet már visszacsinálni a dolgokat. Mi történtek itt civil oldalon, politikai oldalon, milyen szervezkedés zajlik, illetve a civilek mit ajánlottak ezzel szemben, hogy volt egy ilyen alternatív kereskedelmi mandátum? Tehát gyakorlatilag van egy stratégiai rendszeres találkozó a civilek között, aminek óriási jelentőség, hogy eddig nagyon különböző területeken dolgozó civileket, szakszervezeti képviselőket, mozgalmárokat hozott össze egy asztal mellé, ami úgy gondolom, hogy azért ez példanélküli így az európai szinten. Tehát itt lesz azért intenzív politikai ellenállás az Európai Parlamentben, illetve az Európai Zöld Párt szintjén is. És a Zsolt mondta, hogy ő nincs meggyőződve róla, hogy ez valaha is elfogadásra fog kerülni, hogy a multilaterális befektetésvédelmi egyezmény is megbukott, hogy hajlandó vagyok fogadni. Tessék, ki fogad? Szóval azt látjuk, hogy a Barroso bizottság az meglehetősen szerette volna, vagy szeretné ezt az egyezményt átnyomni, és rá
vagy tőle nem teljes idegen módon elég ilyen fű alatt, meg titokban tárgyalta le az eddigi lépcsőfokokat. Az új bizottságnak a hozzáállása ez az egyezményhez az még nem egyértelmű. Szól, ha jól sejtem, hogy még több profitot, még több termeléssel, GDP növekedéssel, szarni bele, hogy a klíma megváltozik, hogy fenntartatlanul sok nyersanyagot és energiát használunk, csak így tovább, és akkor előzzük meg Kínát, meg a többieket. Jó értem én ezt? Hogy miért nincs itthon vita, miről van itthon vita?